A szerb sajtó szerint az egyik legkiemelkedőbb eredménye a kétnapos konferenciának a vízummentességről szóló megegyezés volt, amelynek értelmében a szerbiai polgárok elsőként a régió államai közül utazhatnak és tartózkodhatnak Kínában. A csúcstalálkozón szóba kerültek a szerbiai infrastrukturális fejlesztések, a vasút és az úthálózat. A szerb miniszterelnök a találkozó sikerét a következőképpen jellemezte sajtótájékoztatóján. Da prestignemo Josipa Broza ili druga Tita, kako bi neki govorili o broju kilometara, želim da izgradimo dvostruko više kilometara autoputa nego što je u Titovo vreme za 35 godina njegove vladavine izgrađeno. Alexander Vučić mindezt térképen is bemutatta. A kínai tőkének köszönhetően az útépítések megvalósulhatnak. I ovo su deonice koje su sada sve potpisane. Juče je potpisana ova poslednja deonica, ovde vidite Surčin Obrenovac. Ovo sutra otvaramo ovaj najveći deo ovde. To je Ljig, Preljina, Ljig, Čačak, 40,4 km. Ovaj deo puta 12 km već smo završili, ali je besmisleno iz njive u njivu da otvaramo. I ostaju nam ova dva puta Obrenovac-Ub, dakle ovo što je juče potpisano slučajno Obrenovac, i treći deo Lajkovac-Ljig gde imamo problema sa ekspropriacijom i plavljenjem, ali također završamo. Zorana Mihajlović építésügyi és infrastrukturális miniszter emellett a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes megvalósításáról, valamint az első szerbiai rész kivitelezéséről kötött szerződést. Az első szakasz, vagyis a Belgrádtól Opázováig húzódó 319 millió dolláros beruházás. A tervek szerint a fejlesztésben 46%-ban szerbiai cégek is részt vehetnek. A kétnapos csúcson a kínai Huawei céggel is megállapodás született, amelynek értelmében a legkorszerűbb telekommunikációs feltételek valósulhatnak meg a szerbiai autópályák, vasútvonalak és repterek esetében.